A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tovább szeretné erősíteni a tájékoztatási tevékenységét, és minél több információt szeretne eljuttatni tevékenységéről a lakosság felé. Az adóhatóság az elmúlt években sokkal ügyfélbarátabb, nyitottabb és szolgáltatói szemléletű lett, hangzott el az eseményen. A jövőben azt szeretnék elérni, hogy a hivatali ügyek intézése közelebb kerüljön a kistelepüléseken élőkhöz is, így már ebben az évben több kormányablakban is lehet majd adóügyeket intézni. Ennek a munkának az előkészítése folyik. Nyilván nagyon sok technikai problémát kellett leküzdenünk, hiszen eredetileg a kormányablakok nem azzal a szándékkal jöttek létre, és nem azzal a technikai háttérrel, hogy ott a NAV is kiszolgálja az ügyfeleket. Ezért felmérésre került az, hogy melyik kormányablak az, amely már képes a NAV ügyintézését ellátni. Örömmel szolgálhatok, örömhírrel szolgálhatok, hiszen az idei évben valószínűleg július 1-én két településen, Nyírbátorban és Tiszavasváriban már elérhetőek lesznek a NAV-os kollégák a kormányablakok, és a tervek szerint az év végéig pedig további három kormányablakban is megvalósulni látszik a NAV jelenléte. Egy 10 évvel ezelőtti megállapodást újított meg a NAV és a Vámos Települések Szövetsége, amit két megyei település Vámos atya és Vámos oroszi polgármestere írt alá. A Vámos Települések Szövetsége és a NAV társadalmi eseményeken, kulturális rendezvényeken közösen jelenik meg, jó kapcsolatot ápol. Vámos oroszi községünk kormányzata ezelőtt 4 évvel elhatározta, hogy a Vámos Települések Szövetsége keretein belül a Nemzeti Adó és Vám Hivatal dolgozóinak gyerekeit üdülteti. Ez első évben 2 alkalommal került meghirdetésre ez a program, július 1. hétvégén, illetve augusztus 1. hétvégén 25-25 NAV dolgozó gyerekét üdültettük Vámos-Orosziban, illetve Szatmár, illetve Beregnek a nevezetességeit látogattuk meg. A Vámos Települések Szövetségének 19 tagja van. Ezek a települések több száz éves vámszedési múlttal rendelkeznek. A szülőbázisai azoknak a modern adó- és vámszedési tevékenységeknek, amit ma tovább visz az adóhatóság.